Rendben, tehát akkor lesz két teljes kávé, egy pohár víz és 3-3 gombóc fagylalt. Rendben, már is hozom. Hú, nagyon izgulok. Ez az első napom a munkában, és hát remélem, hogy nem fogok hibát elkövetni. Várjunk csak! Ha így jobban belegondolunk, a fog az egy több jelentésű szó. Mert használhatjuk például arra, amikor egy cselekvést a jövőben tervezünk elvégezni. Például munka után, már alig várom, otthon a hasamat fogom sütetni a napon. Ilyenkor a fog szócska a cselekvés jövő idejét jelzi. Mert most mégiscsak itt vagyok és dolgoznom kell, de amint lejár a munkaidőm... Pici! Már is jövök. Vagy jelentheti még akár azt is, amikor megfogunk valamit. Például, mint én a vendégtáskáját. Hé, hey, fiatalember, mit képzel? Elnézést kérek, hölgyeim. Hát ezt nem. Ezt nem hiszem. Bocsánatot kérek, tényleg elnézést. Hát én szóval nem is tudom, mit mondhatnék, mondjuk, hát jó itt vagyok. Van-e egy másik jelentése is a fognak? Tudjátok, a szerv a szánkban, amivel rágni tudunk. Vagyis a fogak. Ó, jaj, ezért vajon mit fogok kapni? Ó, annyira sajnálom, asszonyom, tényleg ne haragudjon, hogy bocsánat. Rögtön hozok egy másik pohár vizet, annyira sajnálom, tényleg egy másik terítőt is rögtön. Fogam miatt helyen fogom, és közben remélem, hogy a főnök nem fog kirúgni. Ó, tényleg annyira sajnálom.